Sziasztok, ez egy újabb Freefield videó, mégpedig egy sorozat folytatás. A pontos címét még most sem tudom, de valami olyasmi, hogy tehetségek, akiket még nem kaptak fel. Ez a második rész, ugye az első részben Xoyi volt a jelölt, és a második részben, tehát ebben a részben Twist FF lesz az, akit meg fogunk nézni, illetve be fogom őt mutatni. Mivel ő egy nagyon különleges Freefield videós, eléggé kiemelkedik a többi közül, nagyon jó montázs videókat szokott csinálni, illetve ilyen egész gameplay-es videókat is, és ő azért különleges, ugyanis, mint láthassátok most, ezt a videót fogjuk tőle megnézni, amiben 95%-os headshot rétje van, pontosabban rótot, tehát még nem ért el, tehát ez a célja, de egyébként utána elérte, de most ezt a videót fogjuk megnézni tőle. Szóval 95%-os headshot rétje van neki, ami eléggé durva, srácok, nem tudom, hogy hozta össze, és hát amint lássát, igazából csak sima game-be, ranked-be játszik, tehát itt játszik így, ugye, és 95%, tehát ez az ember csak headizni tud kb, nagyon durva, vadállat. Szóval hát ilyennel nem szívesen futna össze az ember egy random így játszás közben. És annyit látnátok, hogy izé futtok, vagy valami, és akkor bum, egyszer csak jön egy headi, azt fekszetek. Ez a fajta emberke. És hát igazából lássátok, hogy így a gameplayeket, amiket ugye beletett a montázs videóba, tényleg nagyon durva. Úgyhogy én csak ajánlani tudom, hogy ránézzetek. Azért került bele ebbe a sorozatba, mivel ugye ennek a sorozatnak az a lényeg, hogy kevésbé ismert Freefield videósokat mutatok be. És Twist FF-nek azt hiszem, hogy 270 ezer vagy 370 ezer valamennyi feliratkozója van. És ilyen 100-200 ezeres nézettsége van, ami azért valljuk be, nem olyan sok így külföldi szinten így a híres videósok között. Tehát nem mondhatni Twist FF-et híres videósnak, de szerintem megérdemelni, ugyanis nagyon sok munka lehet ilyen videók elkészítésébe, ugye meg hát maga a videó is, hogy ilyen különlegesebb, mert nem csak, mit tudom, 1v1-be headizget meg ilyenek, hanem rendes gamebe, tehát ja. Úgyhogy ettől még különlegesebb, hát ja, és még plusz még azt hiszem, hogy Grandmasterbe is játszik, szóval ja, nem szadozik. Úgyhogy hát igazából ennyi. Tehát így visszakanyarodva, ugye ezért raktam bele ebbe a sorozatba őt is. És most a szomszédba most kezdtek el fűrészelni, kurva jó, mindig amikor videózok, na mindegy. Tehát azért raktam bele őt is, mivel ugye a külföldi szinten az a pár százezres feliratkozás, meg a nézettség, ez nem olyan sok, és szerintem megérdemelné Twist FF minimum az 1 millió feliratkozót és az 1 millió fölötti nézettséget, mivel tényleg nagyon különleges és kiemelkedik úgymond a tömegből. Úgyhogy én tényleg csak ajánlani tudom nektek, akik innen nem ismerik, hogy nézzék meg a csatornáját, dobjanak neki egy feliratkozást. Tudom, hogy úgyse fogok rajta sokat segíteni, mert most értitek, átmentek pár tizen meg ilyen, az nem nagy segítség, mivel az a több százezer feliratkozó, meg minden az azért nekem elérhetetlen, de ugye külföldi szinten az ilyen híresebb videósok közt igazából nem nagy cucc. Úgyhogy tényleg megérdemelni ő is az ilyen 1 millió feliratkozót, meg nézettséget, mint a Ruok, meg ilyenek, meg igazából kb. Ugyanazt csinálja ő is, csak annyi, hogy talán Ruok előtt kezdte el, hogy nem is tudom. Szóval, ja, ez is olyan, hogy valakinek bejön, valakinek pedig nem. Például ott van az a Xoyi is, akit az első részben mutattam be. Ő is kurva jó játékos. Nagyon sokat streamel, meg minden, tényleg, és kb. Ilyen 40 ezer feliratkozója volt utólag, amikor néztem, szóval értitek, hogy miről beszélek. A Vincenzo-nak, meg ilyeneknek, meg több millió feliratkozó, és ugyanazt csinálják mind a ketten, csak az egyiknek bejött, a másiknak meg nem, szóval értitek. Mindegy, nem is fikázni akarom a Vincenzo-t, meg ilyenek, mielőtt valaki azt hinné, csak szemléltetni akarom, hogy igen. Vannak még tehetségek, akiket nem kaptak fel sajnos, és ott vannak kevesebb feliratkozóval, pedig kb. Ugyanazt csinálják, mint a nagyon híres videósok.
Szóval igen. Szóval hát nagyjából ennyi, többet nem igazán tudok rá reagálni, úgymond, meg most mit reagáljak, most izé elkezdek üvöltözni minden egyes headshotnál, mert igazából csak abból áll a videó. Nem véletlenül ugye 95%-os heady rate, meg minden. Szerintem nem fogom az egész videót végignézni, ugye a fontosabb dolgokat elmondtam, meg hát igazából ti is lássátok itt a gameplayt, amit most én is nézek. Úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom, hogy ránézzetek, stb. Nem tudom, hogy mit tudnék még róla elmondani, ami úgy fontosabb lenne. Ja igen, már őt sem mostanában ismertem meg, tehát már több hónapja, csak most jutottam el oda, hogy kéne róla videót csinálni, meg elsőnek úgy voltam vele, hogy őről még nem kéne ilyen videót csinálni, mert úgy voltam, hogy hát, ha majd megindul, de nem úgy látszik, szóval ja, én úgy éreztem, hogy ő neki több milliós nézettségi lesz, meg feliratkozása, ugye amikor így még hónapokkal ezelőtt rátaláltam. De sajnos ez nem jött össze neki, úgyhogy most ő is belefér ebbe a videó sorozatba, úgyhogy igazából ja. Nem lesz olyan gyakori ez a sorozat, ugye már a Xois rész is nem most volt, majdnem egy hónapja talán, nem tudom. A lényeg akkor fognak ilyenek érkezni, amikor rátalálok egy olyan videósra, és akkor például mondom, hú, hát ez jó lenne ebben a sorozatban, tehát igen, rátalálok valakire, például látom, hogy hogy ő kicsit így nem olyan híres, de mégis megérdemelné, meg kb. Ugyanazt csinálja, mint a többi híres videós, csak sajnos, hogy neki nem jött be annyira. Szóval az ilyesmi videósokat fogom ide pakolni ebbe a sorozatba. Ez egyfajta videó, Free Fire videós ajánló, aki nem ismer olyan sok Free Fire videósokat, vagy valami ilyesmi, meg mondom, aki nem ismeri, az nézzen rá, szóval ja. Itt meg tudtok majd ismerni ilyen újabb Free Fire videósokat, akik nagyon tehetségesek, de mégsem olyan felkapottak. Mert nem hiszem, hogy tőletek is olyan sokan ismernék ezt a videót, szóval ja. Úgyhogy szerintem én itt le is zárom ezt a videót, nem akarom olyan brutális hosszúra csinálni. Köszönöm a figyelmet, egy lájkot dobjatok, illetve aki még nincs feliratkozva, iratkozzon fel. Köszönöm a figyelmet, szevasztok, és ne felejtsetek el ránézni a csatornára.